Most sokkal nagyobb volt az izgulás, mint az első forduló. Amit lehet, hogy furcsának hangzik, mert ugye első minden olyan új. Most a második fordulóra volt bennem egy ilyen stressz, meg egy ilyen nyomás, hogy ugye az előző fordulóban 40 pontot kaptam is. És hát nem tudom, ilyen tök stresszes voltam, hogy akkor most fog tetszeni nekik annyira most megint, vagy nem fog tetszeni, és akkor ha jobbra lépek és nem balra, akkor jobban fog tetszeni, tudod? És ez a, nem tudtam eldönteni, egész héten gondolkoztam, hogy most megváltoztassam a koncepciót, vagy ne változtassam meg, és akkor szerencsére ragaszkodtam az eredeti ötletehez, és nem akartam megváltoztatni, mert mi úgy érezzük, hogy ez így jó, és ez így 100%. Ez a 39 pont, ugye egy ponttal kaptál kevesebb, tehát ez rosszul esett amúgy ez a mínusz egy pont? Nem, egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Meg is érdemlem, mert sokkal jobban izgultam, mint az előzőnél. Én szerintem lazább voltam az előzőnél, mint most. Nem tudom, hogy ez kívülről látszott-e, de a döntőn azt tudni, hogy vissza fogom próbálni valahogyan szedni azt az első gondolatomat, hogy ne izguljak. Mit szólsz ahhoz, hogy a zsűri ugye azt mondta, hogy nem volt annyira tiszta minden a lányoknál? A Katinak a véleménye az nagyon fontos. Egy élő legendáról beszélünk, én nagyon tisztelem őt, felnézek rá, tényleg, minden. Biztos, hogy van mit javítani az elején a vokába, de azt is hangsúlyoznom kell, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokat dolgoznak rajta, meg nagyon-nagyon sokat dolgozunk az, hogy összedobjuk a produkciót. Eleve, amit a közönség lehet, hogy nem tud, vagy a zsűri nem tud, ugye ez koncepcióban volt az, hogy én az elején nem éneklem a refrént, hanem verzivel kezdem, de ez azért adott nehézséget, mert ez a vokál, ez három szólamra lett írva, és az elején csak ketten énekelnek, és ezért tűnik kicsit kevésbé, és ez nem azért van, mert rosszabbak, hanem mert kevesebb szólam van, ennyi. Akkor ezzel nem is nagyon lehet mit csinálni, nem? Hát igazából nem, mert ez most így ki lett találva. Lehet, hogy a harmadik, vagyis a következő alkalomra ezen dolgozni fogunk, ezen javítani fogunk, hogy még erősebben szóljon. Lehet, hogy nem jövök hátulról, hanem ott maradok az elején, és akkor velük együtt három szólamban énekelem, és akkor így erős lesz. Majd meglátjuk, hogy mit fogunk csinálni. Mennyire igaz az, hogy ha kijutsz a döntőbe, akkor Lindát is magaddal viszed? Hát szeretném, hogyha igaz legyen, de mivel én babonás vagyok, én nem szeretnék erről beszélni. Nagyon rosszul érintettem, amikor múlt héten ő kiesett? Nagyon. Nagyon, és most teljesen őszinte leszek. Ugyanúgy mondtam a Katiról, én a nővéremre gyerekkorom óta felnézek. Kevesen tudják, de a nővérem azt meg 10-11 évesen kezdett énekelni operát, és én ilyen tök fiatalon így néztem, hogy wow, tudod, így mindig ilyen nyitott szemekkel néztem a nővérem, hogy úristen, hogy énekel. És igazából mindent, amit én ma csinálok, az azért van, mert felnéztem rá. Szóval igen, egy kicsit sajnálom, hogy kiesett. Szerintem nagyon jó volt.